Itt vagyunk Párizs közelében, és ha jók az értesüléseim, akkor nemrégen érkeztél vissza Tájvánról, Hualienből, ha jól mondom a város nevét. Nyilván ilyenkor az első kérdés, hogy miért jöttél vissza Párizsba, a második pedig nyilván, hogy akkor hogy kerültél egyáltalán oda? Inkább azzal kezdeném, hogy hogy kerültem oda. Mint szobrász, egy nagy lehetőség részt venni a szimpóziumokon, ahol nagy méretben meg lehet valósítani az elképzeléseimet. Itt a műteremben többnyire csak a kisebb méretű szobrokat tudom elkészíteni, ami mozgatható, kiállítható, viszont nagy méretű szobrot csak megrendelésre készít egy művész. És a szimpózium egy olyan lehetőség, egy olyan pályázat, ahol akit kiválasztanak, biztosítják a repülőjegyet, a kőmunkákat, a szerszámokat és minden lehetőséget. Egy ilyen pályázaton vettem részt 2001-ben, és így kerültem ki Tájvánra, Hualien városába. Teljesen új volt számomra, előzőleg ugyan jártam Kínába, szintén egy nemzetközi pályázaton, Guilinbe, de Tájván teljesen más volt. Más emberek, más, mondhatnám, a kultúra is más. A fogadtatás rendkívüli nagy szeretet volt tapasztalható, és egész munka alatt mindenféle segítséget, mindent megkaptunk. Így ismerkedtem meg Hualiennel, ott ismerkedtem meg feleségemmel. Pár év elteltével, 2004-ben pontosan úgy döntöttünk, hogy ott fogunk élni Hualienben. Most ugrok egy nagyot, 18 évet, pontosan 18 év, mert született egy fiunk, és nehéz így két kultúra között élni. Tehát dönteni kell, hogy vagy Franciaország, vagy Ázsia. Feleségem nem tudta megszokni az itteni kultúrát, úgy döntöttünk, hogy ott fogunk élni Tájvánon. Fiam megnőtt, 18 év eltelt, és 18 év után visszatértem. Tehát nálam ez egy céltudatos dátum volt, hogy 18 éves koráig elkísérem a fiam, és utána visszatérek. De ez nagyon érdekes, hogy azt mondod, hogy tájvaniként nehezebb megszokni a párizsi létet, mint párizsi magyarként a tájvanit. Mitől olyan más ez a tájvani dolog? Mi ugye Pesten nem sok mindent hallunk a tájvani dolgokról, talán csak ugye az elektronikai fellendülést, de mégis milyen ott élni a mindennapokban? Mondtad korábban, hogy nagyon szűk az a parti sáv, ahol élnek az emberek, nagyon nagy a zsúfoltság, de mégis milyen kicsit közelebbről Hualienben élni? Más a kultúra, és eleve az ázsiaiak olyanok, hogy ha egy másik országban telepednek is le, mindjárt egymás között keresik a kapcsolatot, és kialakul a Chinatown, amit mindenki ismer. Tehát feleségem, itt született fiunk, és nem a itt élő franciákkal kereste a kapcsolatot, hanem mindjárt a kínaiakkal, a tájvániakkal, és elkezdett kínai ételeket főzni, mondjuk, ami természetes is. A nyelvi nehézségek szintén azt hiszem, hogy akadályok voltak számára, és hát eleve a beilleszkedés. Na most, hogy én kinn éltem, megtapasztalhattam, hogy mi is az, ami visszavitte mégis a országába. Tehát az életforma teljesen más. Sokkal egyszerűbb,
sokkal könnyebb dolgokat elérni, nincs annyira agyon szabályozva, és mindenkit hagynak élni. Ebből egy bizonyos összevisszaság is, legalábbis úgy tűnik, hogy összevisszaság például a vezetésben nagyon nehéz volt a kezdeti időben megszokni azt, hogy teljesen másképp, más logikával, és végül is az, hogy valami nagyon szabályozva van, nem biztos, hogy előnyös. A mi rendszerünk inkább jogi rendszerre van fölépítve, hogy nehogy én legyek a hibás, tehát jogilag valahogy védve legyek. És ebben nincsen kockázat, legalábbis nem akarnak kockázatot vállalni, és inkább csinálnak egy törvényt, hogy ne én legyek a hibás, ne lehessen felelősségre vonni. Tehát adják az embert úgy élni, ha valaki eladja azt a zöldséget az útszélen, vagy nem tudom én, akar nyitni egy éttermet, akkor nincs annyi szabályzat, annyi kötelezettség, ami megakadályozná abban, hogy megvalósítsa ezt tehát adózási rendszer is más, a biztosítás. Lehet keresni a különbséget, na, hogy melyik a jobb, melyik a rosszabb, de valószínű, hogy ha így élnek, és ez szerint élnek, akkor működő. Tehát működik és virágzik, talán még előbbre jár, mint Franciaország vagy több európai ország. És gondolom nem lehet könnyű köveket szerezni, ugye ezek bányákból jönnek, de hogyan sikerült mégis megoldanod ezt? Hát van Hualienbe helyi kő, ami mondjuk nem a legszebb. Véletlenszerűen kerültem oda egy olyan helyre, ahol a kőnek legalább olyan tisztelete, vagy talán még nagyobb is, mint Carrarába. Tehát a világ összes márványai megtalálhatóak, olyan kövekkel dolgoztam, amit még soha nem is álmodtam volna, hogy indiai, vagy vietnámi, vagy pakisztáni kövekkel dolgozhatok. És nagyon szeretem keverni a köveket, a színeket, és ott Tajvanon külön élveztem, hogy például óriás kagylókövületbe dolgozhatok. A lehetőségek sokkal nagyobbak, mint például itt Párizsban, Párizs környéken. Sajnos itt az van, hogy a művészekre nem gondolnak, hanem a ipara fontos, és nagyobb hasznot hoz az, hogyha a kő tömböt lapokra vágják, és azzal burkolják a falat vagy a padlózatot. És a művészeknek, a kőszobrászoknak pedig a tömb a érdekes. És mondjuk elmondanám azt, hogy amikor kijöttem Magyarországról ide, ez probléma volt. Pénzen se volt, hogy kőtömböt vegyek, viszont a lapokra vágott kövek, a hulladékokat én összeragasztottam, és egy új követ kaptam, különböző színekkel, és ez egész életemben, egész idáig meghatározza a munkámat, hogy a szobroknak színt adok azzal, hogy összeillesztem a köveket. És akkor ezért volt az, hogy amikor 81-ben kijöttél Párizsba, akkor restaurálni kezdtél? Ugye elég, számomra teljesen hihetetlen volt, hogy tényleg így kijössz, és rögtön Versailles-ban fölírtam, hogy még hol, rengeteg nagyon neves Pont-Neuf felújításában részt vehettél. Én Magyarországon nagyon jó képzést kaptam, annak ellenére, hogy 10 éven keresztül nem jutottam be a főiskolára.
Viszont bekerültem egy műterembe, a képzőművészeti kivitelező vállalathoz, a kőszobrászokhoz, ahol kitanultam egy mesterséget, a úgynevezett hivatásos művészeknek a kis gipsz mintájukat fölnagyítottuk, vagy az egy-az-egybe átmásoltuk pontozógépbe a gipsz mintát kőbe, és ez egy nagyon jó alapot adott művészeti munkához. Esti iskolába, a Dési Huber szabadiskolába jártam, először Laporc Ferenchez, aztán ifjabb Pál Mihályhoz. Őtőlük is nagyon, nagyon sokat kaptam, és nagyon sokat tanultam. Tehát így kerültem Párizsba. Még csak a nyelvet se tudtam, tehát úgy kerültem ki, hogy szinte felkészületlenül. A Magyarországon szerzett alapot, ezzel szinte már egy hét múlva már a Versailles kastélynál kaptam restaurálási munkát. És ez azért volt, mert akkor már volt egy tapasztalatod? Volt egy tapasztalatom, és meg kellett élni. Tehát ez egy olyan munka volt, ami egyből megélhetést biztosított. És hogy ezt tovább több éven keresztül csináltam, ez pedig azért, mert a művészeti munkába az, hogy el tudjak adni, figyelembe kell venni a vásárlót. Ha ez egy galéria, akkor a galéria megmondja, hogy inkább ilyet csináljak, mert ezt jobban el lehet adni. És meg vagyok kötve, és egy fiatal művész, ami keresi az útját, ha ilyen befolyások érik, hogy inkább ezt csinálja, mint azt, akkor megszűnik a szabadsága. Megtörik az az út, amin tulajdonképpen keres valamit, amit még ő se tud, de érez, és azt megtalálni, ahhoz teljes szabadság kell. Nem lehet úgy egy szobrot csinálni, hogy a hónap végén ki kell fizetnem a műtermet, és akkor ezt feltétlenül el kell adnom. Tehát akkor az a munka, az már nem lesz szabad, és azon érződik egyrészt egy izzadságszag, másrészt pedig az, hogy ezt valakinek én csinálom, valakinek a ízlésére. És ezt akartam elkerülni azáltal, hogy restaurálási munkát eleinte nem is adtam el. Kezdetben nem adtam el szobrokat, inkább a megélhetést a restaurálási munka biztosította, ami mondjuk egy veszélyes dolog is volt, mert a restaurálást jól fizették. Fönnállt a veszélye, hogy egész életemben maradok, és ezt csinálom. És inkább hagyom a saját elképzeléseimet, de bennem ez sokkal erősebb volt. Tehát eleve az, hogy elhagytam az országot, Magyarországot, abban az időben másképp volt, mint most, hogy fogja az ember a kis batyúját, aztán elmegy. Abban az időben sokkal nehezebb volt, és hát eleve útlevelet kapni is nehezebb volt, meg eleve úgy tanították még az embereket, meg úgy élt mindenkibe, hogy hát aki elhagyja a hazáját, az elárosztett, mint egy áruló, igen. Magyarországon nem kerültem be a főiskolára. Az utolsó elutasítás a művészeti alaptól volt, hogy olyan talán kétszer-háromszor próbálkoztam, és kaptam egy olyan levelet, hogy mert be kellett adni munkákat, és a munkák alapján elbírálják. És olyan levelet kaptam, hogy munkáiban művészi szándék nem található. Nem értettem, hogy mit jelent, még most se nagyon. Én mondtam, hogy
hagyjuk itt ezt az országot, és menjünk ki nyugatra. Magam is csak elkeseredésemben mondtam ezt, és megijedtem kicsit az egész dologtól, de valahogy ez úgy elindított, hogy most 40 év után se bánom. Tehát ha ott maradtam volna, biztos egy elkeseredett ember lennék, és nem tudtam volna elérni mindazt, amit elértem. Hát szerintem ma már ez egy általánosan elfogadott dolog, hogy tényleg az Altót Franyótól a Tóth Endréig, ugye ez egy most már azt mondjuk, hogy természetes, hogy ők ugye kimentek külföldre, és ott is ott lettek sikeresek, és nyilván, hogyha nem is tudom, a Moholy Nagy mondjuk, vagy a Robert Kapa Friedman Endréként otthon marad, akkor valószínűleg senki sem ismeri ma már. Valószínűleg, igen. Rá kellett jönnöm, hogy ami alapot én Magyarországon kaptam, az nekem bőségesen elég. Amit itt kaptam Franciaországban, az a szabadság. Tehát valahogy a kettő együtt kellett, hogy jöjjön, mert Magyarországon nehéz elképzelni azt, hogy valaki 10 éven keresztül újra és újra jelentkezik egy iskolába, és újra és újra elutasítást kap. És kijövök ide, itt meg be kell csak annyi, hogy beiratkozok. Tehát, hogy érdekes, hogy egyik országban, másik országban valaki hol születik, vagy milyen lehetőségek között. Eljutottam Tajvánra, és akkor a tajvani lehetőségek megint egy újabb lehetőséget, újabb kapukat nyitottak meg előttem. Bizonyos mértékben, amit itt Franciaországban elértem, valahogy tényleg megdöbbentő volt minden lépés, minden pillanat, hogy kapok egy műtermet, vagy minden kiállíthatok itt, meg ott, meg bárkivel. És évek után viszont ez leszűkül. Tehát ezt nehéz elmondani, nehéz elmagyarázni, de van egy plafon, amit nehéz túllépni. És pontosan utólag jövök arra rá, hogy ez a plafon, ez megszűnt Tajvanon. És egy teljesen más lehetőség, más légkör nyílt meg előttem. Köszönöm szépen a beszélgetést. Na, én köszönöm. Ha tetszett a videó, megköszönöm, ha feliratkozol, illetve a parizsbudapestmetro.com oldalon további interjúkat találsz.